sziasztok! A mai nap elég izgalmasan fog tenni. Képzeljétek el, hogy el fogunk menni kirándulni, de még mielőtt bármi történne, begyűjtöm a reggeli utánfalat, ti szadokba, be a fürdőbe a sugázó elé, mert minden reggel itt kezdődik. Aztán felöltöztem, felettem ezt a szép kis kendőt, és elindultunk Ausztriába. Én itt hátul elődögétem, és ma nagyon vártam, hogy mi lesz a mai program. Kó, nézítek, ott a nébelg, már elég sok videóban megmutattam, te mindig olyan szép, nagyon sok hó van rajta. Teljesen megváltoztatták itt az utat, én már haza se találnék, még szerencse, hogy a gazdi tudja, hogy merre kell menni, mert én csak üldögérek itt hátul, és mivel itt pisilni se tudok közbe, ezért én nem tudok itt tájékozódni. Hát besütött a napocska, úgyhogy engem egy kicsit elnyomott, és teljesen elámosodtam. Úgyhogy ameddig oda nem érünk, addig egy kicsit piengetek itt az autóba. Na, itt már meg is érkeztünk, a gazdi rám teszi a púrát és kiszed az autóból. Addig a másik gazdi pedig vesz parkolójegyet, mert hát azt kell venni. Na, aztán én itt kiszálltam az autóból, és már nagyon vártam, hogy induljuk. Aztán itt el is kezdtem szaladni, Hát igazából annyira ezt a környéket nem ismertem, de gyors átszaladtunk a zebrán. De azt beszélték a gazdék, hogy elég menő ez a hely, úgyhogy itt jó fogunk vagy tudni sétálni, és megint tudok idegenvezető lenni, és megmutatom nektek ezt a helyet. Hát, bocsika, de ezt most itt le fogom pisélni, hát nem örülnek neki. Na, de most már elmesélem nektek, hogy hol járunk. Képzeljétek el, hogy Eisenstadtba jöttünk, és itt megnézzük az Efterházi kastélynak a parkját, meg van, megmutatom a kastélyt kívülről, mert be nem fogunk menni. Ó, és képzeljétek el be a fagyvázató egy kicsit. Vannak itt ilyen kis kacsák, akik mászkáltak a hígen. Elég szép látvány. Na, ezek elég viccesek. Én úgy gondoltam, hogy inkább nem megyek rá a jégre, mert ki tudja, hogy milyen vastag, de ezek a kacsák itt elmászkáltak rajta. Na jó, ha menjünk tovább, senkit nem érdekelnek a kacsák. Hát, egy baj van itt ezzel a helyen most, hogy óriási a sár, és inkább a füvön mászkáltunk, mert nem volt jó ez, hogy minden ilyen csupa sár és kosz. Egyébként oda fel fogunk menni, amit ott láttuk messziről, de majd mindjárt elmondom, hogy ez micsoda, mert utána néztem, és már tudom, mi a neve. Te előtte kicsit futkosok, ha nem baj. Na, nézzétek meg, ez milyen szép. Az a neve, hogy Leopoldina templom. Ez ehhez a kastélyhoz tartozik. És a másik oldalról nagyon szép a kilátás. Ja, és belül van egy szobor is. De azt nem fogjuk megmutatni, mert bemenni nem lehet. Én de felugráltam. Aztán itt van egy pad, ahol sajnos ültek, úgyhogy nem akartunk annyira zavarni, úgyhogy nem mentünk tovább közel. Hát itt valami véget le van zárva. Na mindegy, és ez a kilátás, nézzétek meg, hogy csillog. Nagyon-nagyon sütött a napocska de ne tévesszem meg titeket, mert azért nagyon hideg volt, kellett a kis púcsi. Na, és ez így néz ki, szerintem elég szép, meg ez a kő is nagyon szép, lepisítem. Aztán ilyen itt a park, és megindultunk tovább. Hát, most egy kicsit meg fogom nektek mutatni a parkot, mert itt nagyon nagyokat lehet sétálni. El tudjátok képzelni, hogy mekkora területen van ez? Hát, hatalmas. Mennyit lehetne itt szaladgálni, hogyha jobb idő lenne? Majd megmondtam a gazdinak, hogy jöjjünk vissza majd nyáron is, és akkor tudok futkosni itt. Hát most én annyira nem tudtam, mert hideg van. Na, itt már el is indultunk tovább, mit már visszafelesítálunk, mert ma akarom nektek mutatni ezt a kastélyt előről, és majd ott mesélni fogok egy kicsit róla, mert hát érdekes, legalábbis szerintem. Azért meg kellett néznem, hogy jön a gazdi, mert néha egy kicsit lemaradt, és nem értettem, aztán rájöttem, hogy azért, mert éppen fotózkodik, meg videózik, azt engem is felállított ide, és itt is készültek rólam néhány kép, meg fotó, ja, mondjuk az ugyanaz, mindegy. Hát itt most már kicsit meguntam, de azt mondta a gazdi, hogy még maradjak. Ja, és ezeket a képeket az Instagram oldalamon tudjátok majd megnézni. Hát itt egy kicsit nem tudom, mit csináltok az ide, eléggé bénázott, aztán itt azt akarta, hogy videózzák le, hogy hogyan sétálunk. Hát ja, ilyenből még lesz egy pár, csak úgy elmondom előre, most csalába ez a mániája, hogy minket így együtt levideózzanak, hogy én milyen szépen tudok sétálni. Hát most már egyébként nagyon sokat mentünk, mert ez a park óriási, és közben itt jöttek más emberek is. És megint megnéztem azokat a kacsákat, na meg a gazdi azt mondja, hogy kapjam el őket, de hát engem nem érdekelt. Sokkal jobban érdekeltek a szagok, ezek a kacsák jó helyen vannak ott, ahol vannak. Hát nem akarom megenni őket, pedig én mindig kacsapás tétomot szoktam ebédelni, tehát most ez nem kell. Ja, és ha erre jöttök, itt van egy kis táblát, mindent meg tudtok majd nézni, de, de most megyünk tovább, kimegyünk a kastélypalból, mert itt mellette el lehet sétálni, képzeljétek el. Hát egyébként itt sok kutya is sétál valószínű, mert érzem a szavukat, de itt ezen végig kell sétálni egyenesen, és utána megtom nektek mutatni a kastélyt előről is. Volt már egyébként valaki itt a nézők közül? Ha igen, akkor írjátok meg, és ha nem voltatok itt, akkor azt is írjátok meg, hogy megnéznétek el, és hogy mit szóltuk az én idegenvezetésemhez, mert ilyen videókból még sokat akarunk csinálni na most már lassan oda is fogunk érni, itt nagyon sok ilyen autó csak óvatosan lehet itt mászkálni, én nekem mindenképpen pórázunk erre, nem nehogy erősön az autó, na és itt már szaladtunk is át, mert már majdnem odaértünk a kastély elejéhez. Na most el fogok mondani nektek egy titkot, én minden sétánál úgy csinálok, mint aki tudja az utat, pedig azt tudom, hogy hova megyünk. De nem baj, mert útközben szoktam pisíni, és visszafele általában szoktam tudni az utat. Na már megint a gazdit kell videózni, a sétálunk, ezt nem hiszem el, Na, de, de mindegy, nézzétek magad árnyékunkat. Az árnyékba úgy nézek ki, mint hogyha nagy kutya lennék, szerintem elég menő. A kis Eszterházi kastély egykor Magyarországi főúri kastély volt, nem tudom, tudtátok-e? Hát, én megmondom őszintén, egy kicsit szemtelen voltam, mert lepisítem a füvet, Pont itt a kastély előtt, biztos nem örültek neki. Ezen ez a kastély a jelképe. Barok stílusban épült, és József hárn is itt tevékenykedett. Hát ő egy elég nagy emberke volt. És több mint háromszáz éven át az Eszterházi család birtokában volt, ma is magánkézben van, úgyhogy nem csak így meg úgy megy ám ez és a Kastri Park és egyike Európa legszebb kertjeinek, ha bár most télen annyira azért nem tudtuk megnézni, de képzeljétek el, hogy van pálmaház is, de oda nem tudtunk most elmenni, mert ott óriási sár volt. Most pedig el fogunk sétálni egy másik templomhoz, azt is meg fogom mutatni, ez egy kicsit arrébb kell jönni, na jó van, itt megint fotózkodás van, ezt megint az Instagramomon tudjátok volt mondt, megnézni. Hát, ja, állandóan lefutóznak engem, nem is értem. És még itt is sétálgattunk, itt vannak ilyen kávézók, meg mindenféle, de ide most nem mentünk be, aztán a gazdival is lefutózkodtunk, és természetesen a másik gazdival is le kellett fotózkodnom, Már annyi kép készült, hogy már el se hiszem, aztán elég határozottan megindultunk a bejárat felé, itt egy kicsit megijedtem, hogy be fogok menni hát nem biztos, hogy örülnének nekem, ha én oda bevennék és lepisíném a műtárgyakat, de a gazdinak távolt egy jó ötlete, ami szerinte vicces, már lehet, hogy sejtitek, hogy mi fog történni. Aztán egy szót a másik gazdinak, hogy elmondja a nagy ötletét, ami szerintem nem volt vicces, de engem ide beraktak, és azt mondták, hogy maradjak ott, ameddig képeket készítenek, aztán én meguntam, és nem maradtam ott. Hát, ilyen kicsit gonosz voltam. Na no, aztán itt végre tovább indultunk, mert most be fogunk menni itt a sétáló utca melletti kis utcába, mert van itt egy ilyen kis szökőkutas rész, ami most nem működik, de nyáron ez is elég szép szokott lenni. Nézzétek meg így alulról is, milyen jó néz ki, szép a színe. Na, next a program. Jaj, bocsánat, én már itt Ausztriába csak német, hogy tudok. Három perce vagyok itt, és sajnos ma elfelejtettem magyarul Na mindegy, nézzétek meg, milyen szépen néz ki. Aztán most ebbe a kis utcába fogunk végig sétálni, és ennek az utcának a végén van a Márdin Múzeum is, ami azt hiszem, hogy csak tavasztól van nyitva. Most ugye nem lehet bemenni, ha bár nem is akartunk, de mindegy. És ennek az utcának a végén van egy templom, azt hiszem annak is hány temploma neve. Itt mindent erről az emberkéről neveztek el. Nem is értem, hogy miért nem Márdin templom. Hát, ha erre jöttük, akkor ezt az oszlopot ti is pisiétek le, nagyon fontos, mert akkor tudják, hogy erre jártatok, és nézzétek meg ezeket a szép épületeket. Elég kis hangulatosak. Aztán ott van már messze az a templom. Hát, ja, itt ilyen gazdag emberek laktak régen is, meg gondolom most is. Hát, én nem vagyok olyan gazdag, de nem baj, megnézni az én meg lehet. Na, itt van ez a kis templom, ez is elég szép szerintem. Hát gondolom, bevenni nem lehet, de kicsit arra gondoltam, hogy megmutogatom nektek, itt is készült valami néhány fotó, hogy itt jártam. Aztán, hogyha ezt megnéztük, akkor meg be fogunk menni a sétáló utcába. Ott több ember lesz. Hát, jó lenne, ha valaki odajönne és megsimogatna, de nem fog. Na, és képzétek el, hogy itt vannak ilyen kakizacsik, és ez milyen jó, mert ha véletlen egy kakizacsit hoztál, és mondjuk elhasználtad, akkor itt le tudsz szedni még egyet, és akkor fel tudsz szedni. Hát én amúgy nem értem, hogy miért gyűjtegeti a gazdi a kokimat, biztos értékes. meg hát ezek szerint a többi kutyának is értékes. Hát érdekes, nem mindegy. És itt már sétálunk a sétáló utcában, milyen vicces. A sétáló utcában sétálunk, haha. -ha. Na jó van, lehet, hogy csak szerintem volt vicces. Itt már vannak emberek. Hát ha valaki oda jön hozzám, hát még csak... Lám se néznek, mindegyik megy a maga dolgára, sajnos. Hát, ja, itt ilyen érdekesen van felfestve, nem is értem, hogy mire jó, meg itt rengeteg ilyen kis kávézó van, meg lehet fagyítani nyáról sütít, de most azért élen ezek nincsenek nyitva, aztán itt már elindultunk visszafelé az autóhoz, és lassan a túra végéhez is fogunk majd érni, de azért itt még elég sokat kell sétálni, és azt várom már, hogy nyár legyen, vagy tavasz is jó, és hogy még többet tudjunk kirándulni, mert én ezeket a kirándulós videókat nagyon szeretem, mert kellemesen el fáradni, és mindig nagyon jól szoktam magamat érezni. Hogy itt egy kis kút, lehet vizet kérni. Hát sajnos télen ez sem működik. Pedig most egy kicsit szomjas lettem, és olyan illatok jöttek most valamelyik házból, Szerintem pizzát sütöttek, hát ja, megkívántam. Na, itt már megyünk visszafele, megint itt van ez a kastély, aztán itt egy kicsit megálltam, mert egy kicsit nem értettem, hogy most merre kell menni, aztán elmondta a gazdíj, hogy csak menjek egyenesen, és arra menjek, a pisítem. Aztán itt sétált egy ember, és lelőzött minket. Hát, ilyen nem értem, hogy hol sietett ennyire. Aztán beültünk az autóba, és elindultunk tovább. Itt már nem fogunk nézni egy kilátót. Nagyon izgalmas lesz az is, de én itt már kicsit kikészültem. Viszont a kilátó túrát, hogyha majd érdekeltiteket, akkor azt egy másik videóban tudjátok megnézni, ami a következő napokban fog felkerülni a csatornánkra. Egy kis ízelítőül megmutatom, hogy itt álltunk meg autóval, de majd részletesen meg fogom mondani nektek abban a videóban, hogy mit hol találtok, Hát, a ti is eljönnétek ide, mert amúgy ez is egy jó kirándulóhely. Hát, ez a videó ennyi lett volna, én már csak erre vagyok képes ma. Na, kösz, hogy itt voltál, csövi!